hoztál egy döntést, ami nyilván egy hosszú folyamat eredménye. Mióta élelődött ez benned, illetve mi volt az utolsó lökés, amikor úgy érezted, hogy meg kell hoznod ezt a döntést? Igazából azt gondolom, hogy a világbajnokság után, ami tavaly nyáron Budapesten véget ért, utána én azt gondoltam és azt éreztem, hogy szeretnék tovább menni az úton, és kezdtük a felkészülést a decemberi rövidpályás versenyekre, de igazából azt úgy láttuk edzőmmel, hogy nem tudjuk abszolválni, és igazából nem érdemes ott nekünk elindulni, és ott egy kicsit, megmondom őszintén, utána volt egy törés, így január közepén, így az edzésekben, és gyakorlatilag szép lassan megfogalmazott meg bennem, hogy sajnos el kell engednem a versenyzést, és azt az érzést, aminek gyakorlatilag az életem része több mint 20 éve. És mit érzel most? Szomorú vagy? Úgy érzed, egy kis űr támadt az életedben, vagy megkönnyebbültél? Milyen érzések kavarognak benned? Nagyon nehéz megmondani, de minden esetre egyértelműen nyilván a szomorúság azért közre játszik, illetve az, hogy amiben éltem, aminek gyakorlatilag meghatároztam minden napjaimat, minden napomat, minden hetemet, minden hónapomat. Ez egy kicsit átalakul. Űrről semmiképpen nem beszélnék, hiszen egyéb feladataim is vannak a minden napjaimban, amikben szeretnék ugyanúgy helyt állni, mint az élsportban. És mivel fogja tölteni Gyurta Dani ezeket a mindennapokat, a nem profi úszó Gyurta Dani? Hát úszással egyértelműen, tehát a nem minden napjaim része marad, illetve hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az aktív tagja vagyok, ami mindenféleképpen azért elfoglaltsággal jár, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság is tudomásom szerint számít rám, illetve a Magyar Úszó Szövetség is, úgyhogy igazából feladataim azok lesznek.